Azt gondolom, mindig egy pozitívum, ha egy zenekarból vagy egy dalból paródia készül. Ezt mondtam azt, akkor Dávid a halott pénz frontembere az Irigy Hónajmirigy legújabb zenéjére, melyben a Darabokra Tölted a Szívem című slágerüket dolgozták fel. A Mirigyek sajátos módján a klip után Papp Ferivel és Varga Győzővel beszélgetünk. Fáj, ez mindenkinek nagyon fáj, hogy hozzányúltam nagyon kár. Előre is elnézést kérek. A vörös az vagány, inkább német, mint japán. Azt hiszem a Berecki hordai párszorja mégse. Boris Becker, talán úgy 26 éve, de én hisz sztárrá váltam, nekem senki se szól be. A szomszéd átjut, mikor skáláztam, és csönget is szól, hogyha fáradt, mert karcol a hangom. A hangom. Mondani akarom, nálam a hangsúly a szavakon. Néha a Valhallát bedobom, voltunk a Volton. Emlékszem Balaton, a dallamot leszarom. Fogynak a nevek a listáról. Nézd meg, hogy mi lett a kispából. Ha egyszer beindul a gépezet, Merciből nézem a híveket. Fáj, ez mindenkinek nagyon fáj, hogy hozzányúltam nagyon kár. Előre is elnézést kérek. Érdez át, felülem mehet. Vendégünk Papp Ferenc és Varga Győző, az Irigy Hónajmirigy két oszlopos tagja, ugye? Eddig egyelőre. Most az interjú után majd megnézitek, amikor majd fölhívnak, hogy jó, akkor köszönjük szépen. Jó reggelt kívánok, de hogyha már a telefonhívásról van szó, akkor a halott pénzeseket felhívtátok, a fiúkat? Nem, még nem, de most akarjuk mindenképpen a műsor. Igen. Tudjanak róla. Ők sem írtak még nektek? Még nem. Kaptunk, nem, mert ki vagyok kapcsoló, úgyhogy mi nem kaptunk. Ja. Vagyok kapcsoló. És a visszajelzés. Tudtak róla bővel előtte. Tudtak róla, igen. Addig neki sem kezdünk, hogy nem mondjuk el, mi a szándékunk. Ja, ugye van egy ilyen diplomáciai útvonal, tehát igen, hogy az a baj, felkeressük kell, őket, visszajelzés, engedélyeztetés. Kell, igen, a szerzőtől kell kérni. Itt is az első beszélgetés. Igazából a szerző nem a halott pénz volt, hanem Demjén Ferenc, de a halott pénztől is kértünk, azért ez így korrekt. De jó. Mi volt a beszélgetés vagyunk? Az első? Szia! Igen, hello, hogy vagy, mi újság? Hát így kezdtük, de aztán... Ennyi, a tizedik után sikerült, ugye? Igen. Nekem is van egy pár ilyen telefonszám, tehát ne egyes, igen, ne kettes, ne hármas. Ja, nekem így van beírva, még a tudkótól tanultam. Nem veszem fel. Kiírod végig, csak hogy ne egy, de kettő, ne három. Nem veszem fel. A múltkor kérdezte a kisfiam, amikor csörgött, mondta, hogy apa, ki az a ne kilenc? Na jó, de tényleg, mit szóltak a fiúk hozzá? Sokkal egyszerűbb volt, tehát hogy rendben volt, mehet. Tehát nem nagy. Ennyi? Igen, azt nem mondták, hogy ha elkészült, akkor küldjük el a klipet. Tehát nagyjából megjelenés előtt egy nappal. Gyerekek, ez a legnagyobb dicséret a munkátokra vonatkozóan. Meg hál' Isten fiatalosan gondolkoztak ők, és nem csináltak ebből hiszit, hogy most paródia készülünk. Azt mondták, hogy hát ezek az öreg vénbarmok már csinálják egy ideje, most megadjuk nekik. De ha belegondolsz, azt se csináltunk olyat, hogy nagyon... mondjuk bántó lett volna bárki számára, tehát gondolom, aki látta egyáltalán, hogy mit csinálunk, az nem fél attól, hogy most valami borzasztó dolgokat fogunk róla mondani, írni vagy betíteni. Meg hogyha kérik, akkor természetesen megmutatjuk a szöveget, vagy nagyjából, hogy miről van szó. Néha nagyjából. Pár nap alatt több mint 200 ezeres nézettsége lett? Hát igazából most másfél milliónál van. Most már másfél millió. Hát ez több helyszínen van, ugye, mert van Facebookon, ott egy este alatt 800 ezer lett, úgyhogy beszállnánk a nézettségi, heti nézettségi versenybe. Hát az a legnézettebb műsorok egyike. Igen, hát az Pájtájmos televízió műsor igen, nézettség. Igen, igen. De hát olyan nagyon nem kell elálljon, hát van nektek ilyen 8 milliós is, nem? Hát 10 fölött, igen. Na hát akkor tessék 10 fölött. Igen, de most ez jól startolt. De ez jól startolt, aha. Igen, az jól jelent. Egyébként ravaszok vagytok, srácok, mert azért mindig olyan slágert néztek ki magatoknak, aminek nagyon jó a dallama. Tehát ez a nagyon fülbemászó. Jó, oké, tudom, hogy ez az egyik titok, de hogy azért nem csak azt nézitek, hogy lehessen odaszúrni egyet-egyet, hanem azért a dallam olyan, hogy azonnal mászik be az ember fülébe. Igen, megmondom őszintén, hogy ugye maga az eredeti nóta is marha jó volt, és ahogy megcsinálták a fiataloknak, azt szerintem tetszik, meg nekünk is tetszett, ugye nem lehetett elmenni mellette, mindenképpen bele kellett nyúlni. De gondolom. Persze, hát ugye mi olyanból tudunk paródiát készíteni, amit mindenki ismer, és már belemászott valakinek a fülébe, tehát igazából mi ennek a farvízét megyünk el. Igen, szó szerint. Nagy röhögés egy ilyen? Hát amíg elkészül mindenképpen, tehát amikor viszont már kész van, akkor meg valamikor csak így nézünk egymást, hogy hűha. Ki, amikor egy három órán keresztül teszik rád a kopaszit,
undorító. Igen, marókát, akkor nem olyan mulatságos azért, hogy egy helyben ülsz és tartod a fejed. Arról meséltek, hogy mi van most veletek. Ugye legutoljára a Facebookon láttam, hogy Amerikában voltatok, tehát talán azt hiszem nem voltál. Nem, beteg volt pont. Betegség miatt már lett jól. Meg őt szerintem az asszony nem engedi el. Azt nem tudom, az az ő melója. De hogy azonnal másképp ült, igen, nem. Igen, az asszonynak igen. De hogy azóta mi van veletek? Hát igazából pont az, hogy az év elejét szeretnénk úgy, hogy új nótákkal. Van egy másik nótánk is, startra kész, de azt még nem áruljuk el, majd legközelebb talán egy-két hónap múlva hívtülhetünk ugyanazzal, mikor ez egy picit már lefutott. És hát ami nagyon nagy tervünk, az nem is idénre vonatkozik, hanem jövő február 10-én akarunk csinálni egy 27,2 éves. Azért így egy ilyen nagy koncert, tehát egy ugyanolyan paplászló arénát. Ja, kimondtam, azt a Szentségét. Az nem baj. Az nem baj? Akkor nem, hát figyelj, ha ezt meg tudjátok tölteni, akkor ez egy nagyon nagy... Hát próbálkozunk ide, általában sikerül. Végül is volt tavaly előtt, ugye, igen, 25 éves. Igen. Igen, tehát attól nem félünk, hogy meg tudjuk tölteni, de azért mindig próbálunk valami apropót csinálni. Az volt a 25 éves, ez lesz most a 27,2. Igen, ez pontosan jó kerek. És hogy vagytok ezekkel a hackni történetekkel? Mert ugye rólatok azért mindig viccesen beszélgettünk akkor, amikor azt mondtuk, hogy azért, hogy 12-en vagytok, mert három ide megy, három oda, három oda. Most ha vettük egy nagyobb buszt, és tudunk egy. Még nem jött ki. És akkor négyszeres bevétel van egy este. Hát egyébként nézd meg, hogy végül is... jövünk, megyünk, mint a távirat. Mi tényleg csomó fellépésünk van, tehát végül is mi úgy tudjuk megtölteni az arénát, hogy végül is ugyanúgy fellépéseink vannak, mert hogy általában ugye nagy összeállunk bulira töltik meg az arénát, vagy olyan előadó, aki annyit nem lép fel. Egészében van a fellépésünk, és azt mellett meg egy arénát is megtudunk. Egyszer régen még Frédérikus Sándornál voltunk egy kis beszélgetésre, és ő mondta, hogy gyerekek, ne haknizzátok szét magatokat, mert nem lesz így jó. És hál' Isten azért most minket igazolt, nem az öregetünkre, nagyobb tudása van egyébként. Nem devalválódtatok, igen. Megpróbáltuk ezt a szintet tartani, még egy darabig talán tudjuk, akkor jó is. Mindig meg tudunk újulni, mert ha jön egy új szám, például, akkor tudunk újat csinálni. És nem ahogy csak mondta Laci, a farvizen. Hát nekünk baromi jó szerzőink vannak, nézzük, Demián Rózsi. Hát ugyanakkor ebben az intervallumban is évülnek, tehát hogyha egy olyan előadó, aki eltűnt már, azt nehezen tudjuk prezentálni a színpadon. Láttam, integettek, befejezhetik. Igen. Igen. Akkor nézzük.